gondolattal várunk Önöket. Azokra is gondoltunk, akik figyelnek az egészségügyben. A hagyományoktól eltérően kezdődött a tanév a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Szeptember első hete a tagintézményekben úgynevezett iskolafoglaló projekt hét keretein belül zajlott. Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégiumban a hetet projektbemutatóval zárták a diákok. Ágazataink az építőipar, a kereskedelem, a turizmus vendéglátás, illetve a gépészet ágazat bemutatja a projekt tevékenységének az eredményét, mindazt a munkát, amit az elmúlt három napban a nálunk tanuló diákok ágazatokba csoportosulva végeztek a hozzájuk beosztott szakmai oktatók és technikumi tanulók segítségével. A gépészet ágazat bemutatta az előbbi percekben mindazt a tevékenységet, amiről az elmúlt három nap szólt. Terményfelismerési feladatokat végeztek, a hegesztő tanulóink kompetenciababát készítettek, ezen kívül műhelylátogatáson vettek részt, valamint itt az általános iskolai tanulók előtt megtörtént a védőfelszerelésbe való beöltözés. Most éppen a kereskedelem ágazat diákjai vannak a színpadunkon, ők divatbemutatót tartanak, kereskedelem történetről lesz szó, illetve még egy termékkóstoltatást is fognak végrehajtani. Szekszárdon piros gyümölcsöt flambíroztak a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum végzős tanulói az iskola dísztermében. De a latte macchiato helyes elkészítését is megmutatták az újonnan érkező 9-es és 10-es pincérdiákoknak. Az intézményben a projekt hét során többek között Olaszország ízeit fedezhették fel a tanulók. Voltak már több diákunk is kijutott Olaszországba nyári gyakorlatra, több hónapon keresztül. Nemrég érkeztek haza. Egyébként a holnapi nap folyamán a 9-esek hallhatnak egy beszámolót is erről, hogy milyen élmény volt, vagy egyáltalán milyen volt külföldön dolgozni, nyári gyakorlaton. És ezzel kapcsolatos a projekt 7, tehát olasz ételek, olasz kávéitalok kerülnek bemutatásra, meg egyéb vetélkedők voltak a csütörtöki napon, amikor szintén előkerült Olaszország valamilyen formában. Az iskola tankonyháján pedig a diákok többek között tiramisut díszíthettek és megismerhették az olasz desszert összetevőit. Jelen pillanatban a 9-es tanulóknak mutatjuk meg egy icipicit a cukrászatnak egy-két különlegességét, és azon belül is most jelenleg az olasz gasztronómiával foglalkozunk. Mindenkit biztatok, hogy inkább cukrásznak jöjjön mindenképpen, hiszen szerintem nagyon-nagyon sok szebb dolgot tudunk készíteni, és nagyon, nagyon különlegességeket lehet most már a gasztronómia, annyit változott a mi szakmánkban is, hogy évről évre mindig sok újdonságot tudunk mutatni, amit az emberek nagyon értékelnek és nagyon szeretik. Nagy Imre igazgató azt mondja, szeptember első hetében számos iskola kezdő programmal készültek. Eddig nagyon úgy néz ki, hogy nagyon bevált. Ebbe a hétbe sűrítjük be az eddigi iskola kezdő programjainkat. Ilyen a gólyatábor például, egy ilyen gólyatáboros rendezvénnyel indítottunk, aztán ilyen a szecskaalvató, ami majd a záró eseménye lesz ennek a hétnek, és közben pedig hát tulajdonképpen az iskolával is ismerkednek a tanulók, egy kicsit talán könnyebb a nyárból visszarázódni tanárnak, diáknak egyaránt. Ugye a gólyák megismerkedhetnek az iskolájukkal, megismerkedhetnek Szekszárd várossal. Olyan programokat terveztünk, ami látványos, mozgalmas, interaktív, és mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy jó csapatok épüljenek osztályonként, és akkor ez megalapozhatja majd a későbbi minőségi szakmai munkát. Csapó Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum főigazgatója azt mondja, mivel a tavalyi tanév hónapokon keresztül online formában zajlott, ennek következtében felértékelődött a személyes jelenlét szerepe. Ahhoz, hogy egy tanár, egy oktató, egy diák, egy közösség jól tudjanak együtt dolgozni, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó közösségek alakuljanak. Ezért is álltunk meg egy hétre, és innen is fogalmazódott meg az iskola foglaló, mondjam úgy, hogy iskola visszafoglaló projekt hét ötlete. Nem csak a 9-eseket vártuk ezen a héten. Korábban minden iskolánk szervezett számukra gólyatábort, hanem a felsőbb éveseket is, hiszen fontosnak gondoljuk azt, hogy ezek a csapatok is újra ismételten összekovácsolódjanak, vagy ha esetleg egy online oktatásra kell átállnunk, akkor is felkészülten tudjuk ezt az időszakot várni.
Az iskolák fogalmazták meg a projekt ötleteket. Egy kérésünk, egy feltételünk volt feléjük, hogy minden projektnek legyen valami fajta végterméke. Hogy ez micsoda, az teljesen mindegy. Hogy ez egy tánc, hogy ez egy zene, hogy ez egy fotó, vagy egy színdarab, vagy akár egy eszköz, az nekünk mindegy volt. A lényeg az, hogy hogyan jutnak ide el a tanulók, az a közös élmény, ami alatt ők összekovácsolódnak, ami alatt ők ezt a végterméket, ezt létrehozzák. Az a színes, szagos élmény, ami ez alatt, az egy hét alatt keletkezik. Ezt a célt tűztük ki magunk elé. Ami nekem személyesen nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon jól esett, hogy nem csak az osztályok dolgoztak együtt, hanem osztályokon, sőt iskolákon átívelő programok is keletkeztek. Ez azért azt mutatja, hogy a centrum iskolái együtt gondolkoznak és harmonikusan jól dolgoznak együtt. Jó hét volt, jó volt centrumosnak lenni ezen a héten, azt gondolom, és ami jó, azt úgy gondolom folytatni kell. Amit először csinálunk, azt szoktuk mondani, az innováció, amit másodszor az hagyomány. Reméljük, hogy ebből hagyomány lesz.